Halli, papi, mami, szevasztok, gyerekek, üdv a csatornán, Keeper kipróbálja ezt a... Hát lehet, hogy már hallottatok róla. Mesterséges intelligencia által generált Minecraft. Gyakorlatilag egy darab kattintással el tudtok kezdeni játszani, és a mesterséges intelligencia próbálja megalkotni azt a világot, amiben benne vagytok. Viszont ugye a mesterséges intelligencia gyakorlatilag úgy működik, ha esetleg ChatGPT-vel is beszéltek, vagy bármilyet használtok, hogy konkrétan statisztikai alapon próbálja mindig a megfelelően jó megoldást számotokra megadni. És így működik egy Minecraft világ generálása is, hogy az épp aktuális helyzetednek megfelelően próbál egy valószínűsíthető képkockát eléd varázsolni, és ebből nagyon érdekes dolgok jönnek ki. Hát gyerekek, vágjunk bele a lecsóba, aztán mindjárt megnézzük, hogy ez hogy van. Nem akar csatlakozni. Miért nem akar csatlakozni? Continue. Wow, nem jó, valami nem jó. Mindjárt újra. Na. Talán jó lesz. Meg is jöttük. A grafika az olyan, amilyen, gyerekek. Hát igen, az ilyen nagyon érdekös tud lenni. Zoomolni nem tudok jobban, jól van, oké, akkor igazából ezt fogjuk látni. Az a lényeg ugye, hogy itt gyakorlatilag nincs előre megtervezett map, meg nincs semmi előre megtervezve, hanem mindent folyamatosan próbál legenerálni a mesterséges intelligencia. És itt nem arról szól az egész, hogy hú, nekünk most itt... Lehet, hogy itt próbálok egy hangerőt nyomni még. Nem arról szól, hogy nekünk most itt egy ilyen tökéletes Minecraft világot kell élveznünk, mert ahhoz ott a Minecraft, hanem az érdekes tud lenni, hogy konkrétan a mesterséges intelligencia folyamatosan real-time tud egy világot generálni, akár Minecraft világot is. És meg fogjátok látni a nagyon érdekes dolgokat, hogy amint fölnézek, már nem ugyanaz van. Ez egy lobotomizált Minecraftnak is szokták mondani, hogy gyakorlatilag, mint hogyha folyamatosan elfelejtenéd az előtte 2 másodperccel történteket, így mindig egy olyan szürreális élményben van részed, hogy konkrétan mondjuk megpróbálok lemenni ide a vízhez, ugye? Oké, ugye egy homokos padon próbálunk lejjebb jutni, igen, lejutottunk. És hova tűntünk? Hol vagyunk? Látok, egy pillanat, és akkor mindjárt ki fog derülni, hogy hol a túróba vagyunk. Hoppa, Jézus úristen! Nincs is itt víz! Jézus, itt meg valami deszka épület van. Ez deszka akar lenni? Ez valami, ott egy fákja, ott volt egy fákja! Nem hiszem el, meg tudtuk volna szeretni, ott volt egy fákja. Ja. Hoppá, itt mik vannak? Ott van valami élőlény, ott bent. Mi volt az, egy csirke? Mi történik, gyerekek? Komolyan mondom. Ott... Nem szabad elnézni másfele, mert abban a pillanatban megváltozik a környezet, és gyakorlatilag nem is ott vagy, ahol az előbb voltál, és... Jézus Mária, megint nagyon nem ott vagyok. Ez mi az a kék? Mi az a kék? Kék virágok? Jó, ott egy kék virág, ezt le tudjuk szedni. Szereztünk egy kék virágot! Oké, még egy kék virágot. Az előbb nagyon nem így nézett ki a táj. Jó, oké. Ja, hát erre se így nézett ki. Nem tudom, valami barlangba próbáljuk bemenni, vagy pedig... ott lehet, hogy lesz barlang. És nem szabad elnézni másfele, mert teljesen szürreális más dolgok lesznek ott akkor. A barlang az úgy nagyjából megvan. Mondjuk, ugye? Most nem nézek a hátam mögé. Bármi is van, vagy lesz a hátam mögött. Aha, az jó, szerintem valami barlangba talán sikerül bejutnunk. Ugye azért nevezik ilyen lobotomizált Minecraftnak, mert kb. Úgy viselkedik ez az ember ebben a játékban,
az ember tudata és érzékszervei, mint hogyha minden másodpercbe elfelejtenéd, hogy hol vagy, és így... francba. Na jó, ennyi volt a barlang. Azt a bötyár. Jó, hol vagyunk? Ott van a sivatag. Menjünk a sivatag fele? Nem tudom most mit csináljunk. Menjünk fel valahova. Az abban hiába vész fel valahova, akkor is lehet, hogy lent leszel egy völgybe a következő másodpercbe. És... Nem, még... Hát... Jó. Eltűnt a hegy, amelyikre mentem fel, köszi. Ez nagyon érdekes egyébként. Tudjátok mi? Mire emlékeztet? Álomra. Amikor álmodsz, és egyik helyről a másikra kerülsz. De ugye itt vannak célkitűzések, amiket meg kellene csinálnunk itt baloldalt. Hát nem tudom, hogy ez mennyire fog nekünk... Mennyire fog működni egy ilyen világba. Elvileg, amiket összegyűjtök meg, amiket találunk... Ó, honnan szereztem én egy csákány, gyerekek? Valahonnan lett egy csákányom, de tudnám, hogy honnan? Hát lehet, hogy kellene ásnunk. Figyelj, ássuk le magunkat. Le tudjuk magunkat ásni az alapkőig, mondjuk, vagy valami. Szerezzünk követ. Aha, valami... Jézus Mária, valami... Valami nagyon magasan voltam hirtelen. Jézus Isten, eltűnt el volna a talaj is. Mik ezek, ládák? Mondd, hogy ládák! Nem ládák. Mi ez, itt fut valaki? Itt valaki ment. Rettenetesen szürreális az egész. Ez előbb itt, mintha ládák lettek volna, most meg nem tudom mi ez. Ó, Jézus. Hát valahogy le kéne ásnom magam, meg kellene próbálni, kíváncsi lennék, hogyha itt elkezdenék ásni. Vagy pedig ássam be magam egy sziklafalhoz, csak az a baj. Nem szabad-e a szikla... Mi? Ott mi van ott? Vagy mi volt? A francba? Mindig eltűnik valami. Itt egy alagút. Na most nem szabad elnéznem sem erre. Megpróbálunk bejutni ebbe a barlangba. Jó. Itt kiütöm. Sötét van. Most a sötét lett, gyerekek. Körülnélek. Jézus Mária, hova kerültem? Ben vagyunk valami barlangban. Meg tudunk halni, hogy leesek? Vajon? Jézus, az előbb még nem is itt voltam. Még nem is hasonlít az... Ez a hely arra, ahol voltam az előbb. És éjszaka lett? Jézus Mária, nagyon durva. Tényleg ilyen szürreális, ilyen... Ilyen álomszerű az egész. És például hol vagyunk? Ez valami víz. És nem is vagyunk barlangban. És fogalmam sincs, hogy mi történt. De rohadt sötét van. Úristen, megint beestünk valahova. És kell a nap. És nem is... kell a nap. Ugye a tapasztalatai alapján, az algoritmusok alapján próbál megállás nélkül egy világot generálni közéd, vagy köréd ez a játék. És ez brutálisan szürreális dolgokat tud szülni. Nem tudom, valahogy jó lenne, hogyha nappal lenne. Nem tudom, most zuhanunk? Ez bele sikerült mennem az éjszakába. Aha, leestünk. Konkrétan leestünk valahonnan. Mondtuk is, hogy egy ilyen fehér részre nézek esetleg. Azért imádkoztam, hogy kelljen fel a nap, de nagyon nem fog felkelni, úgy látom. Hát most meg már végtelen sötétség. Sikerült végtelen sötétségbe kerülnem. Hát ez az durva, na gyerekek, várjatok, nyomjunk egy endet, és akkor próbáljuk meg egy másik világba, nem tudom, nézzük egy ilyen village-et. Oh.
pillantásra látszok. Ezt a village-ot kíváncsi vagyok, ezt kipróbáltam. Mondjuk akkor valami olyan kezdőhelyen kezdünk? Ezt jól meg sikerült mondanom, ugye? És így kezdődik. Oké, itt a village. Jó, van village-ünk. Vannak házaink, talán tudunk lootot szerezni. Nehogy elnézzünk más vele. Esélyes, hogy akkor el fognak tűrni az épületek. Jaj, ne! Jó, ide próbáljuk meg följutni. Talán addig még megmaradnak az épületek. Mi a franc van? Eltűntek, jó, oké, kész, ennyi volt. Jó, megint körülbelül nem szabad körülnézni. Ez nagyon lol. Egyébként nagyon lol. Nem szabad körülnézni a gyerekek, mert így vége van az egésznek. Nem tudsz rájékozni. Mondjuk lehet, hogy pont az kellene, hogy mindig körülnézzünk. És hát, hogyha leszpónol valami olyan dolgot, ami számunkra érdekes lehet, és akkor elmenni arra fele, nem? Nyilván egyébként nagyon szarog... Hopp, az mi az a kék? És azt az előbb nem volt itt víz, most meg ide lett egy ilyen nagy víz. Oda nézzé, azt a betyár. Az egy tehén? Oh my god, mi történik? Mi ez? Mi ez a sárga? Mi ez a sárga? Aha. És az engineer-kor, vagyis a mesterséges intelligencia próbálja kitalálni, hogy nem az ebből kell valamit csinálnom, de mi ez? Mi lett itt? Mi a franc van? Mi a sárga blokk? Faza, ilyet ki kell ütnem. Hogy került nekem hozzám répa? Meg kerítés. Ez mi az a sárga blokk, gyerekek? Várja, van kerítése elvileg. Azt nem is néztem. Egyes gomb, hát akkor lemegy a kerítés. Mi volt? Ott volt egy fej, nem? Várjátok. Építkezni kell. Lerakunk egy kerítést. Jó. Working. Rakunk le mellé még egy kerítést. Oda néz! Jó lesz ez. Felépítjük a kecókat, gyerekek. Yeah. Mehetünk arra is. Azaz. Mi a fasz? Mi történt? Jéjj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 j
gyerekek, van egy crafting table-ünk. Na, azzal valamit találtunk okozni. Figyelj, lerakom ide. Azaz. Azaz van crafting table. Nagyon jó. Ah, de jó! Van inventorink is? Juhú! Várjál, valami ízét kéne craftolnunk magunknak. Valamit, de itt szerintem annyira randomizálva vannak a dolgok. Nem is ezek a cuccok voltak nálunk, vagy igen? Hát jó, nem, egyébként nem tudok normálisan tájékozódni, mert a kurzoromat is ilyen tök randomizálva viszi. Na. Nem, újra kezdi ott lent, ez nem jó. Várjátok. Oké, a crafting table legalább nem tűnt el. Ugye? Te, ebből lett a csapóajtó? Nem mondod? Jaj, mi volt ez? Szétütöttem? És lett belőle egy ilyen third block, nagyon jó. Jó, hát ez, meg is szűnt létezni, oké. Az épületeim. És mik van, mik ezek most? Várjál már. Aha, valami blokkunk van. Ó, tudunk építkezni, ja, működik itt minden. Ugye? Hova né? Aha! Nem fog ki rajta a játék. Tudok én építkezni? Nem viccel, most egy fehér lett. Nem tudom milyen blokk ez. Jó, oké. Okay. Figyelj, én építek itt valamit. Csak azért is. Nem cseszik ki vele a játék. Tudod mit? Föl kéne ugrálnom valamire. Ugrok, és építek egy magaslatot. Így ez. És belátom az egész világot. Mik ezek a nagy falak itt mellettem? Mi történik? Jézus, ez sóder, vagy homok. Azt a sivatag! Menj a francba! Kaktusz. Jézus gyereke, az mi ott az égen? Jézus, itt nem szabad körülnézni, elveszted az egészet.
Vége mindennek. Brutál egyébként. Eszméletlen. Az mi? Az mi? Az valami hegy. Ott a távolban menjünk arra. Jó, megyünk arra, megnézzük. Eltűntek a kajáig, van egy arany almám, bazzer. Jó, hát haladok arra. Szegény mesterséges intelligenci próbálja kitalálni, hogy mi a fene van. És akkor ott vannak a küldetések, ugye, hogy öljek meg egy zombit. Felezek fel egy creepert. Egy skeletont. Lőjön meg egy skeleton. Süsse meg az Ender Dragont. Hát jó van, hát én úgy látom, soha nem fogok oda elérni, de mi ez a borzalom? Jó, ez izé! Ne! Templom! Ez templom lesz! Ó, ebbe be kell enni! Templom, ne tűnjen, templom nem... Látlak. Kaktusz. Templom, itt a templom. Jó. Van templom. Felmegyünk a tetejére, valahogy belássuk magunkat, kiütök egy ilyet. Ne tűnj el! Az egy homok, vagy egy... Ha, jó van. Oké, mi a sárga? Majd bejárat legyen, vagy valami legyen? Ezek ilyen balák. Oké. Tudom, hogy hol... egyszerűen tényleg szürreális az egész, tök jó. Jézus Mária. Aha. Na jó. Ennyit a templomról. Barlangban vagyunk, oké. Barlangban nem megyek le, mert ott meg is sötét lesz. Azt be, leugrok a vízbe, hallod? Leugrottam a... Jég! Leugrottam a vízbe, és ilyen havas részen vagyok, és üzés jég. Ez epic. Á, gyerekek, ezt ki kell próbálnatok. Linket ledobom a leírásba. Próbáljátok ki mindenképp, szerintem böszme jó. Érdekes. Szerintem nagyon izgalmas. Maga az, hogy szürreális, olyan, mint valami álom. Amikor tudod, így az álomba vagy, és egyszer egyik helyen vagy, másszor másik helyen vagy, ilyen nagyon gyorsan így változnak a dolgok. Meg az, hogy gyakorlatilag mesterséges intelligencia, ilyen algoritmusok alapján létre tudsz hozni egy világot, oké, értem én, hogy ez ugye játszhatatlan, mert konkrétan tényleg folyamatosan változik a világ, de... érdekes tud lenni. Az mi? Meg ugye itt a grafika egész más, hogy épül fel. Gyakorlatilag itt egy ilyen mesterséges intelligencia videót generál neked, ahogy te játszol. És ez úgy épül fel ugye ez a játék. Ez mi az nagy kékségben, az egy leugrok, hallod? Odari, azt a bia, hol vagyok? És mi történt? Úgy gyerekek, valami vízesés, hatalmas vízesés lett itt. Megpróbálok a vízbe vele esni, vagy mi az a kék. És én szar van. És hirtelen az lett az ég. Oh, ne! Hirtelen az lett az ég, amire zuhantam lefele egyszer csak. És egy szabadnám vagyok, vagy nem tudom mi ez. Megőrülök. Nagyon jó gyerekek, érdemes egy próbát tenni vele, szerintem nagyon izgalmas. Nem tudom, hogy ezeket a challenge-eket, amiket itt ír, azokat egyáltalán meg lehet-e csinálni. Nagyon érdekes. Köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi lett volna ez a videó, gondoltam, megmutatom nektek így érdekességképpen ezt. Sziasztok!